Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, nagyszerű, hogy ismét itt lehetek, ahol az egész elkezdődött, a CPAC nagyszerű hazafiai között. Köszönöm szépen. Együtt voltunk ezen az úton már a kezdetek kezdete óta, és nagyon messze vagyunk még attól, hogy kész legyünk, mert valami nagyon rossz történt, és tovább kell nyomnunk, különben nem marad majd országunk. Elképesztő 48 év volt az, amelyben a CPAC segített abban, hogy megvédjük a nagyszerű amerikai örökségünket, és ebben az évben nagyon elevenen emlékeztettek minket arra, hogy ez az örökség mennyire törékeny és fontos. Nem tudtam, hogy mennyire fontos elnöknek lenni. 4 évig voltam elnök, nagyszerű dolgokat tettünk. Az elnök fontossága, hogyha megnézem, hogy mi is történik ma az országunkban, annyira fontos képviselője az elnök mindennek, ezt tudjuk persze, de egy rossz szó, vagy egy ásítás, vagy az, hogy az ember korán lefekszik aludni, mondjuk 4 órakor. Ez annyira fontos dolog, pszichológiailag nagyon fontos az országunknak. Soha nem tudtam ennyire. Tudtam, hogy fontos volt elnöknek lenni, de nem tudtam, hogy mennyire fontos a jó dolgokat megtenni, hiszen újjáépítettük a gazdaságunkat, energiafüggetlenséget értünk el, de közben erőt is kell kifelé sugározni, mert különben átlépnek az ember feje fölött, és pontosan ez történik ma. Ha megnézzük Amerika 5 legrosszabb elnökét a történelemben, és összerakjuk őket, akkor még ők együtt sem tettek akkora kárt, mint Joe Biden kormánya, adminisztrációja tesz, mindössze 13 hónap alatt. És mindegy, hogy hogyan nézzük, az országunk tökéletesen elveszítette önbecsülését. Mi országként már nem rendelkezünk önbecsüléssel, de vissza fogjuk szerezni, és erősebben, erősebbek leszünk, mint valaha. Az elmúlt években gyengeséget láttunk, önmegsemmisítést láttunk, méghozzá olyan mértékben, amelyre korábban nem is gondolhattunk volna. A katonaság csak arra gondol, hogy mindenkivel méltányos legyen és politikailag korrekt legyen. Hogyha megnézzük a nagy tábornokainkat, mondjuk Patton tábornokot, mit szólna ehhez a katonasághoz? Vagy Douglas MacArthur tábornok. Patton tábornoknak megengednék, hogy rákiabáljon egy közlegényre, aki borzalmas dolgot tesz? Ó, uram, nem hiszem, hogy ez megfelelő viselkedés. Nem hiszem, hogy Jim Jordannél is működne is ez akár. A belbiztonsági minisztérium, amely aktív módon segíti az illegális bevándorlást, és nagy mértékben bűnözők érkeznek az országba. Láthatjuk, hogy az energiaügyi és belügyminisztérium arra kényszerít minket, hogy külföldi energiára támaszkodjunk olyan áron, ami nem elfogadható számunkra, és nem is fenntartható. Az igazságügyi minisztérium az háborút visel egy ellenzéki párt ellen és hazafi szülők ellen. Amennyire súlyosak a veszélyek külföldön, annyira nagy a rombolás belföldön. És ezt mindenképpen meg kell fordítanunk, mert a legveszélyesebb ellenség emberek azok, akik belül vannak, akik gyűlölik a hazánkat. Ukrajna szuverenitása mindenáron megvédendő, mondják, miközben a saját határainkat közben tönkreteszik, és a szuverenitásunkat áldozzák fel. Olyan határunk van, amely katasztrofális, hiszen emberek jönnek, mennek át a határon, olyanok jönnek az országba, akiket nem akarunk, akik nem lesznek jók az országnak.
Nagyon sok éven keresztül fizetjük majd ennek az árát, hiszen terroristák érkeztek Afganisztánból. Ezzel a repülővel emlékeznek, mint mondták, hogy jönnek ezek a repülők Afganisztánból. Hát nagyon erőteljes emberek voltak ezeken a gépeken, és nagyon nagy árat fogunk fizetni az elkövetkezendő években ezért. A legfontosabb felelőssége minden megválasztott honatyának, hogy megvédje Amerikát, és ez azzal kezdődik, hogy Amerika határait védjük meg. Joe Biden alatt veszítjük az országunkat el, és nem különbözik ez attól, mintha egy háborúban veszítenénk el a hazánkat. Nem különbözik attól. Több millió ember áramlik be az országba, és ott táboroznak a városainkban, megcsapolják az erőforrásainkat, elhomályosítják a jogszabályainkat, bűnözést és halált hoznak városaink utcáira. És nem csak Közép- és Dél-Amerikából érkeznek, hanem a világ különböző részeiből, 160 országból érkeznek, nagyon sokszor börtönökből érkeznek. Ezeket a börtönöket kiürítik a mi hazánkba, minthogyha mi egy hulladéklerakó lennénk. Nem az Egyesült Államok, hanem egész egyszerűen egy hulladéklerakónak tekintenek minket, bűnözőknek. A Biden kormányzat hónapokon keresztül azon foglalkozott, hogy lehet egy külföldi ország invázióját megakadályozni több ezer mérföldre. Én úgy hiszem, hogy az amerikaiak egy olyan elnököt érdemelnek, aki megállítja a saját hazánk invázióját is. És mi annak idején megállítottuk egy évvel ezelőtt. És nem lehet megvédeni a nyugati civilizációt, ha nem vagyunk képesek megvédeni a saját civilizációnkat. És ez azt jelenti, hogy határokra van szükségünk, amelyek működnek, tisztességes, szabad választásokat, amiket nem csalnak el, és a bűncselekményt azonnal, a bűnözést azonnal meg kell állítani a városainkban. És azonnal meg kell állítanunk az illegális bevándorlók beáramlását. Azonnal meg kell állítani, mert az országunkat megmérgezi ez belülről. A radikális baloldal megpróbálja az amerikai demokráciát felváltani a zsarnoksággal. Pontosan azt akarják tenni Amerikával, mint amit Trudeau tesz Kanadával, sőt, még ennél is rosszabbat. A mi küldetésünk 2022-ben és 2024-ben az az, hogy ezt a radikális, hataloméhes uralkodó osztályt megverjük választásokon oly módon, hogy a politikai feledés homályába merüljenek és soha ne térhessenek többet vissza. Joe Biden, Chuck Schumer és őrült Nancy Pelosi, azok, akik a gonosz arcai ennek a korrupt, törvénytelen politikai establishmentnek, vezetésnek, akiknek családja meggazdagodik Ukrajnában, Kínában, Oroszországban, miközben tönkreteszik a kisvállalkozásaitokat itthon. Fiatal amerikaiakat küldenek el, hogy távoli országok határain halljanak meg, miközben a mi határainkat megnyitják az illegális külföldi invázió ellen. Pontosan ez történik. Erőszakos bűnözőket engednek el, ezen kívül koholt vádak alapján indítanak büntetőeljárást politikai ellenfeleik ellen, legalizálják a tömeges rablást, és éltetik a BLM, a Black Lives Matters és a szélső jobb elleneseket, kifosztják a városainkat, miközben békés tüntetőket tárgyalás nélkül tartanak fogva, tönkretévén életüket. Gyűlölködő átnevelésben részeltük a gyermekeinket, hogy gyűlöljék a szüleiket, és közben gyűlölködő rasszistának hívnak minket. Ráállítják az FBI-t anyákra, akik az iskolatanácsokban vannak, és közben 4 éveseknek azt tanítják, hogy válasszák ki a saját nemüket. Meg akarják változtatni a nemüket. És utána azt mondják, hogy ez teljesen rendben van így, hogy egy fiú vagy egy férfi induljon olyan versenyszámokban, amelyek női sportban vannak.
A nagy technológiai cégeket használják, hogy nyomon kövessék önöket. A Deep State-et használják, a mélyállamot, hogy kémkedjen rájuk önökre. A hírszerző szolgálatokat, hogy koncepciós pereket indítsanak ellenük. A médiát, hogy megrágalmazzák önöket. A jogrendszert, hogy büntető eljárást indítsanak önökkel szemben. És ők csalják el a választásokat, hogy tönkretegyék önöket és az életüket. Hiszen láttam a dühöt, a gyűlöletet és a rémületet a 2020-as választásokon. És közben azt mondják, hogy ők azok, akik védik a demokráciát. Azt mondják, hogy ők azok, akik megvédik az önök demokráciáját és az igazságot. Ez egy csomó bullshit, ez egy csomó baromság, pontosan ez az semmi más. És akkor nézzék meg, hogy mi történik New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, és azokban a városokban, amelyeket demokraták vezetnek. 7 embert öltek meg egy hétvége alatt, és 80-at lőttek meg. Ez borzalmas. A republikánusoknak olyan jogszabályt kéne elfogadni, hogy ha egy helyi baloldali ügyész nem hajlandó vádat emelni veszélyes bűnözők ellen, akkor ezeket az ügyészeket igenis meg kell vádolni a polgári jogi törvény megsértésével. Hiszen nézzék meg Los Angeles-t, hogy mi történik Los Angeles-ben, nézzék meg Philadelphiát. Emberek, akik ölnek, erőszakos bűnözőket azonnal elengednek, kiengednek óvadék nélkül. Miközben mi védjük Amerika biztonságát, védenünk kell az amerikai értékeket is. Elnökként büszke voltam arra, hogy a világ első tiltását adtam ki a kritikai fajelmélet tekintetében 2020. szeptemberében. De ennek is véget vetettek. És aztán Biden, Mitch McConnell segítségével ismét visszavezette a kritikai fajelméletet, hiszen ha emlékeznek, 17 elnöki rendeletet írt alá, ezek egyike ezt tette. Nem jó. Én létrehoztam a 1776-os bizottságot is, önök imádnák ezt, a 1776-ost, ami arról szólt, hogy a fiatal amerikaiakat úgy neveljük, hogy szeressék ezt az országot, csak úgy, mint ahogy mi ebben a teremben. És az első hivatali napján Biden eltörölte a 1776-os bizottságot, aztán pedig baloldali rasszizmust vezetett be a katonaságnál, de a republikánus többségű kongresszussal egyszer s mindenkorra be fogjuk tiltani a kritikai fajelméletet az iskolákban, a katonaságnál, minden olyan szervezetnél, amely akár csak egy pennyt is elfogad a központi kormányzattól. Amerika történelmét teljes mértékben és valószerűen fogjuk tanítani Amerika csodálatos gyermekeinek. Ezen kívül pedig meg kell védenünk a szülők jogait, a szülői jogokat. Ez valami új dolog. Ez ugye valami új dolog. Soha senki nem gondolt, hogy szülői jogokat kell megvédenünk. Hát imádjuk a szüleinket, de most meg kell védenünk a jogaikat ezen holdkóros mániákusok ellen. Amerika apái és anyái vétóval kell, hogy rendelkezzenek, ha bárki szélső bal gender ideológiát akar a gyermekeinknek tanítani, méghozzá szülői beleegyezés hozzájárulás nélkül. És bármely szülő, aki ellenzi a radikális átnevelését a gyermekeiknek, igenis meg kell, hogy kapja a rájuk eső adót, és ezeket az adódollárokat a különböző egyházi választásuk szerinti egyházi iskolák támogatására fordíthassák. Egy másik fő prioritás az az, hogy megőrizzük az amerikai demokráciát, méghozzá úgy, hogy a nagy technológiai óriásokat megtörjük, és visszaállítsuk a szólásszabadságot Amerikában. Amerikai honfitársaim, ez az ország nem a radikálisoké. Ez az ország nem a korrupt vezetésé, amely Washingtonban székel. Ez a nemzet, ez az ország az önöké. Az önökhöz hasonló hazafiak építették ezt az országot, és az önökhöz hasonló hazafiak fogják megmenteni hazánkat.
Úgyhogy mindazok, akik úgy gondolják, hogy ránk tudják kényszeríteni, amit ők akarnak, és alá tudnak minket vetni, hallják ezeket a szavakat ma este tőlem. Amerika népe nem fogja feladni a határait, nem fogjuk feladni a kultúránkat, nem fogjuk feladni a hitünket, nem fogjuk feladni az értékeinket, nem fogjuk feladni a történelmünket, nem fogjuk feladni a szabadságunkat, és legfőképpen nem fogjuk feladni a gyermekeinket, beáldozni őket erőszakoskodó szélsőségesek kis bandájának, akik mindenki másnak meg akarják mondani, hogy mit tegyenek. Elegünk van a fasisztákból, a kommunistákból, a szocialistákból, és elegünk van az ő torz nézeteikből Amerikáról. Amerikát ismét befolyásossá tesszük. Amerikát ismét gazdaggá tesszük. Amerikát ismét erőssé tesszük. Amerikát ismét büszkévé tesszük, mert büszkék akarunk lenni ismét. Amerikát ismét biztonságossá tesszük, és Amerikát ismét nagyjá tesszük. Köszönöm szépen, Isten áldja önöket, köszönöm szépen.